Üdvözöllek, itt Ujjai Szabolcs Zoárt. Ebben a mai videóban az immunerősítésről lesz szó, 8 olyan lépésről, ételekről és módszerekről, amelyek segítenek abban, hogy megerősítsd az immunrendszeredet. Az immunrendszerünk az energiát 5 liter vér és nyirok folyadékból nyeri, tehát a vérkeringés és a nyirokkeringés működteti. Immunrendszerünk első fontos egységei a fehérvérsejtek, melyeknek két fő fajtája van, a fagociták és a limfociták. Ők azok, akik bármilyen problémával fel tudják venni a küzdelmet, és azonnal fel is veszik. A limfocitáknak három alfaja van, a B-sejtek, a T-sejtek és a természetes ölősejtek. Mindegyiknek más-más szerepe van a védekezésben, például a B-sejtek funkciója többek között az, hogy antitesteket termeljenek a baktériumok, vírusok és egyéb mérgező anyagokkal szemben. Ha az immunrendszerünk rosszul működik, kialakulhat egy autoimmunbetegség is, melynek lényege ugye az, hogy a fehér vérsejtek nem tudnak különbséget tenni a tényleges kórokozók és a normál, egészséges sejtek között, így az utóbbiakat is megtámadják. A gyulladás és a láz annak a jele egyébként, hogy a testben az immunrendszer működésben van, hogy végzi a dolgát. Az első fontos immunerősítő lépés a stressz csökkentése és kordában tartása. A hosszú távon fennálló stressz erőteljesen gyengíti az immunrendszerünket, és a testünk legkülönbözőbb részein tud problémákat okozni. A stressz csökkentéséhez a legjobb segítség a nevetés, melynek hatására megnő a dopamin és más hasonló vegyületek szintje az agyban, melyek lecsökkentik a stressz hormonok mennyiségét. A második immunerősítő lépés a napsütés és a D-vitamin. Az összes vitamin fontos szerepet játszik az immunrendszerünk működésében, de a D-vitaminnak kiemelt a szerepe. És a D-vitamin szintet elsősorban a napsütés hatására tudod igazán megemelni a testedben. Autoimmun betegségek esetén pedig még fontosabb a D-vitaminnak a folyamatos pótlása, tehát tölts minél több időt a szabadban, nem csak nyáron, télen is, és hagyd, hogy a napsugarai behatoljanak a szemedbe és a bőrödön keresztül a testedbe. A harmadik pont, ahol megerősíthetjük az immunrendszerünket, az a bélrendszer. Immunrendszerünk jelentős része a bélrendszerben és környékén található. Fontos, hogy a bélrendszerünket tisztán tartsuk, hogy megfelelő legyen a bélflóra, hogy minél kevesebb károsítóanyag roncsolja a bélfalakat, és hogy ideális legyen a bélmozgás. A legjobb ételek a bélrendszer állapotának javításához a magas növényi rost tartalmú ételek, a probiotikus ételek és az olyan emésztésjavítók, mint például az almaecet. A negyedik az allergia és az ételintolerancia csökkentése, visszaszorítása. Ugye az allergiát és az ételintolerancia során az történik, hogy a test idegennek, ellenségesnek titulál bizonyos anyagokat, így elkezd velük szemben védekezni. Tehát fontos, hogy kiszorítsuk az allergiás reakciókat okozó ételeket és hatásokat az életünkből, vagy csökkentsük a hatásaikat különböző ételekkel és életmódbeli változtatásokkal. A különböző allergiákkal kapcsolatban készítettem már több videót is, keres rájuk a keresőben. Az ötödik lépésben megemlítenék négy nagyon jó immunerősítőt, melyek különféle módon támogatják az immunrendszert. Az első az echinácea vagy bíborkasvirág, amit kapszulázott kivonatként és cseppként lehet bevinni rendszeresen. A második a fekete bodza, amiből szirupok és flavonoid koncentrátumok is kaphatók. A harmadik a kolosztrum, amit folyadékként lehet inni, illetve kapszulázott étrendkiegészítők is kaphatók belőle, és nagyon jó a legtöbb gyulladásos probléma ellen, illetve autoimmunbetegségek esetén is. És a negyedik a kínai csütfügyökér, vagy a latin nevén az astragalus. A hatodik lépésben a négy legjobb fertőtlenítőt sorolnám fel, melyek, ha nem is közvetlenül, de közvetetlen a kórokozók megsemmisítésével képesek megnövelni tested védekező erejét. Az első az ezüst kolloid, melyet jelenleg Európában a hatóságok sajnos nem engedélyeznek belsődleges fogyasztásra, más országokban egyébként a étrendkiegészítőként is kapható. A második nagyon jó fertőtlenítő a manukaméz, ami az emésztőrendszeredben lévő káros organizmusok ellen nyújt nagy segítséget. A harmadik a
propolis, amit cseppek formában célszerű bevinni rendszeresen, és külsőleg, illetve belsőleg is bevethető a baktériumokkal és a vírusokkal szemben. A negyedik pedig az olajfalevél kivonat, amit préslé formában ideális fogyasztani, és elsősorban a légutak a tüdő fertőtlenítésében hatékony. Az egyik legjobb immunerősítő módszer a böjtölés, a kevesebb bevés, ez lehet a hetedik immunerősítő eszközöd, azaz egyél kevesebbszer és kevesebbet. Ha hagyod a testedet pihenni, hogy ne kelljen neki egész nap az ételek feldolgozásával foglalkozni, ami ugye rengeteg energiát vesz el tőle, akkor az energiát végre arra is fordíthatja, hogy a fertőzéseket és a gyulladásokat megszüntesse. A természetben, amikor például egy állat lebetegszik, az az első lépés, hogy abba hagyja az evést, vagy csak nagyon keveset eszik. Mert ugye a testünknek adott energiamennyiség áll rendelkezése, amit el kell, hogy osszon különböző folyamatokra, például az emésztésre, az izmok mozgatására, az agyi funkciókra, vagy az immunrendszerre. Ha étel van a testedben, az rengeteg energiát von el máshonnan, rengeteg vérre van szükség például az emésztéshez. A böjtölés, a kevesebb evés következtében javulnak az immunfunkciók, beindul az autofágia jelenség, aminek hatására a mutáns sejtek elpusztulhatnak, így javulnak a genetikai önjavító folyamatok a testedben, és javul az inzulin érzékenység is. A nyolcadik és egyben utolsó lépésben az alvás fontosságát említeném meg. A pihenésünknek, az alvás idejének és minőségének jelentős szerepe van az immunrendszerünk erősségében. Ha nem alszol jól, vagy nem alszol eleget, biztos te is megtapasztaltad már, hogy könnyebben kapod el a megfázásos betegségeket, például, vagy könnyebben jön ki a herpesz, vagy könnyebben kapsz el valamilyen egyéb fertőzést. Tehát jól aludni és eleget aludni nagyon fontos. Összefoglalva végezetül még egyszer a 8 immunerősítő lépést, módszert és ételt, a stressz csökkentése, a D-vitamin szint növelése, a bélrendszer rendben tartása, az allergia visszaszorítása, 4 immunerősítő alkalmazása, az echinácea, a fekete bodza, a kolosztrum és a csütfügyökér, az ezüst kolloid, a manukaméz, a propolisz és az olajfalevél bevetése, a böjtölés, azaz a kevesebb evés, és az utolsó az elegendő és megfelelő alvás. Ez volt az én véleményem az immunerősítésről, remélem érdekesnek és hasznosnak találtad a videót, és tudtam neked vele segíteni. A leírásban megtalálod a videóban elhangzó fontosabb állítások kutatási hivatkozásait. Ha vannak személyes kérdéseid, írd meg nekem e-mailben, ha pedig értesülni akarsz a következő hasonló videókról, ne felejts el feliratkozni, ha még nem tetted meg. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!